Most még így festenek azok a rózsatövek, amelyeket az elmúlt időszakban ültettek a szakemberek a ligetbe. Ezek azonban olyan fajták, amelyek már idén az első vegetációs időszakban összenőnek majd. Összesen 6000 tő rózsa került a parkba. Mindegyik ágyásban más-más színű rózsákat ültettek a kertészek. Szerdán a két legnagyobb, egyenként 400 négyzetméteres ágyásba 1600-1600 tő került, amelyeknek befelé változik a magasságuk és a színük is. A munka az tavaly ősszel kezdődött, csak ugye hamar bejött a hideg a november végi, december elejé időszakban, ezért kénytelenek voltunk megállítani a növényültetést, és az a munka van most befejezve a tavasz előtti időszakban. Igazából a két nagy ágyásnak a beültetése maradt el, 1600-1600 rózsatő kerül bele, négy szintes kialakítása van a rózsáknak. Mintegy 100 levendulát telepítettek, ami kedvez majd a rózsáknak, mivel elriasztja a kártevőket. Geotextília és mulcs is került az ágyásokba, hogy a gazosodást gátolják, illetve futó rózsákat is ültettek a parkban az új időjárás álló pergolák alá. Muszáj volt felszámolni az egész állományt, és egy teljesen új kialakítási terv készült ugye ezeknek a sokkal strapatűrebb úgynevezett ADR rózsáknak a telepítésére. Ugye az ADR-ról annyit kell tudni, ez növényvédelmi szempontból osztályozott, tehát egy minősített rózsa rendszer. Nem nagyon van növényvédelmi problémája, és viszonylag folyamatosan virágoznak. A rózsaliget nagyobb sétányait még tavaly ősszel térkövezték, a kisebb murvás sétányokat pedig befüvesítették összesen mintegy 2000 négyzetméteren. Megszüntették a lépcsőket, helyettük rámpákat építettek az akadálymentesítés érdekében. 12 új fa is került a ligetbe, és megújultak az utcabútorok is. A Csitárik út körüli és a park közepén található pergolákat teljes egészében acélszerkezetűre cserélték, melyekre sok évtizeden keresztül futhatnak majd a rózsák.